Az első akadály ez ez. Teljesen mindegy, melyik oldalon mentek át közte. Viszont amikor visszafele jön az ember, akkor másikon kell neki visszafele jönni. Rövid pályaismertetést követően fel is szálltak a drónok kerekiben. Minden polgárőr csapatnak elméleti tesztet és egy akadályokkal nehezített pályát kellett megoldania. A résztvevők számára nem volt ismeretlen a drón kezelése. Kirchner Tibor 4-5 éve már használja az eszközt polgárőr munkája során. A migráció terén mindenképpen, eltűnt személyeknél, eltűnt állatoknál, tűzeseteknél gyakorlatilag mindenhol, ahol a drónt föl lehet használni, gyakorlatilag ott voltunk vele. Hazánkban mintegy 100 polgárőr egyesület rendelkezik már drónnal, Somogyban 14 ilyen eszköz található a szervezeteknél. Kőrösegynek és Kerekinek közös polgárőr egyesülete van, Kőrösegyi Polgárőr Egyesület. Nagyon jó az együttműködés, a létszámunk, az aktív létszámunk az 20-22 fő környékén van jelen pillanatban. Ugye ennél jóval magasabb a létszám, csak ugye van, aki már nem lát el aktív szolgálatot, ennek nagyságrendileg úgy a 40%-a körül lehet egészen pontosan a kerekieknek az aránya, és igen, rendelkezik az Egyesület drónnal, és a Balatonfőrvári Egyesület is rendelkezik drónnal. Kellett már bevetni? Igen, mindegyik egyesületnél volt már szükség rá, nem helyben, hanem más településre mentek segíteni, illetve kutatást végezni. A bűnmegelőzésben egy új lehetőséget jelent a drón használata. Az Országos Polgárőr Szövetség célja, hogy az elkövetkező években növelje a drónok számát a helyi egyesületeknél. Az illegális migráció ellen határvédelemben van lehetőségünk igénybe venni ezeket az eszközöket. A határjeltől, a határvonaltól 8 kilométeres sávban, távolságban. Másik nagyon sokat eltűnt személy országosan, nagyon sok gyermekkorú, fiatalkorú, de főleg idősek eltűnnek, eltévednek, azoknak a felkutatása rendkívül fontos. A polgárőrök országosan több száz ilyen esetben vesznek részt a felkutatásban. A harmadik pedig az illegális hulladéklerakó helyek felderítésénél is lehet alkalmazni ezeket, és úgy gondolom, hogy az illegális hulladéklerakó helyek felderítésénél lehet majd az általános bűnmegelőzésben ezeket az eszközöket alkalmazni. Kerekiben az elméleti tesztet a Baranya Vármegyei Polgárőr Szövetség tagjai teljesítették a legjobban. A drónkezelési ügyességi feladatban pedig a somogyiak voltak a leggyorsabbak. Így a baranyai és a somogyi drónpilótákból áll majd össze az a csapat, amely a polgárőrséget képviseli szeptember közepén az országos rendészeti versenyen.